köszöntöm a gyülekezetet. Hálás vagyok Istennek, hogy újból itt lehetek, és hadd mondjam azt, hogy óriási megtiszteltetés, hogy a testvérek elhívtak, és hogy itt Isten igényét hirdethetem. Hozom a régebbi családomnak a köszöntését, édesapámnak és édesanyámnak, üdvözlik a gyülekezetet. Hála Istennek, hogy egy kicsit jobbra fordult apukám helyzete, biztos tetszettek hallani, hogy sajnos a bal lábát elveszítette cukorbetegség miatt, comb középtől le kellett vágni, de megszűnt azután az élő-halott állapot, amit a fájdalom okozott, ugye egy jó ideig, viszont örülünk annak, hogy most már lehet vele kommunikálni, és lehet azért egy-két mondatot vele váltani, viszont a gondozás az még mindig igényelteti, és ebben édesanyám oroszlán részt vállal. Hát kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak érte, hogy az Úr erősítse meg, és hogy mi is tudjuk a terheket hordozni a magunk helyén. Az udvarhelyi gyülekezet köszöntését is hozom, a brassói testvérek köszöntését is, és ma reggel pedig Kovásznál lehettünk, ahol egy új lelkipásztor testvért, Vajda Miklós testvért iktathattuk be a szolgálatba, aki Gernyeszegről való, és vállalta, hogy az Úr munkájában legyen, kedves feleségével együtt ott a szolgálatnak. Testvéreim, egy nagyon kemény igét adott az Úr Jézus, de hiszem, hogy ebből meghallhatjuk az ő szavát, és ahhoz, hogy a szívünk összetörjön, ahhoz Isten kemény igéjére van szükségünk. És szeretném azt, hogy amilyen üzenetet rám bízott az Úr, azt elmondhassam ma a gyülekezetnek. Van egy lelkipásztor barátom, aki amikor utazik, mindig azt a kabátját veszi föl, amelyeken van két kérdőjel. És ennek az a mondani valója vagy magyarázata, hogy amikor leül a vonatba vagy az autóbuszon, megkérdezik tőle, hogy mit jelent ez a két kérdőjel ott a kabátján. És ez egy nagyon jó kiinduló pont arra, hogy az emberekkel elbeszélgessen. Mert az egyik kérdés azt jelenti, illetve az a kérdés, amit ő fel akar tenni az embereknek, hogy tudod-e, hogy mi az életed értelme? A másik kérdés pedig az, hogy ha meghalsz, biztos vagy az üdvösségedben. És így nagyon sok emberrel el tud beszélgetni, mert sokakat foglalkoztat közöttük fiatalokat is, hogy mi az élet értelme. A Biblia erre nagyon kielégítő választ ad. Az élet értelme nem más, mint Istent megismerni, és vele élő és szoros kapcsolatban lenni. A másik kérdésre, ami a válasz, az, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentsen, és hogy az örök élet bizonyosságát ültesse a szívünkbe. És ezek az esték, amikor az evangelizáció van, ezért van, hogy erre a két kérdésre rávezessük az embereket. Ugye a tudomány nagyon sok mindenben megkönnyítette az életünket. Ha a gyermekkoromra visszagondolok, hogy akkor hogy voltak itt a dolgok Baróton, vagy ott, ahol ugye laktak nagyszüleim, ahhoz képest óriási fejlődött a világ. Hamar el tudunk jutni egyik helyről a másikra, és így van, hogy a technika és a tudományos felfedezések megkönnyítették és megkönnyítik az emberek életét. De arra, hogy honnan vagyunk, hogy honnan jön az élet, hogy mi az élet értelme, és mi van a halál után, nem tud választ adni a tudomány. Mondják azt, hogy hát majd tudomány választ ad arra, hogy honnan ered az élet. Mert hogy a részecske gyorsítóval fölfedezik majd azt, hogy hogyan alakul ki az élet. Soha nem fogják tudni így megfejteni. A sebesség nem csinál rendet a világból. És a sebességből nem fogad élet. Az élet adója egyedül Isten, és ő tudja megmondani azt, hogy miért teremtett minket, és miért engedte meg, hogy 70-80 évet elköltsünk itt ebben a földi életben. És ez az, amit nekünk meg kell ismerni, hogy mi az élet értelme, és ezt nem tudja nekünk más megmondani, mint Jézus Krisztus, aki nagyon szeret minket. Ennek az igének, amit felolvastunk, ez a központi igeverse, amit itt a 20. versben olvastunk,
Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Nagyon talál ez az ige ahhoz, ami József Krisztina testvérnő elmondott azt, ahhoz a verset, mert valóban így van, hogy Jézus Krisztus mindenkit hív. Holman Hunt-nak van egy híres festménye, és ő ugye nagyon szépen megfestette ezt, hogy milyen az ember élete, hogy olyan, mint egy borostyánnyal benőtt ajtó, és hogy ott van előtte a zörgető Jézus, aki zörget. Csak hogy ő odafigyelt a részletekre is, és nem rajzolt kilincset kívül. Csak belül van kilincs. És csak belülről lehet megnyitni ezt az ajtót. És valóban így van, hogy Jézus Krisztus zörget, de rajtad áll, hogy megnyitod a szívedet előtte, vagy nem. És Isten ezt a földi életet jelölte meg arra, hogy mi az életünket megnyissuk előtte, és hogy neki adjuk az életünket. Testvéreim, azt a kérdést szeretném most föltenni, és röviden válaszolni az igék alapján, hogy hogyan hívja az élő Jézus Krisztus ma az embereket. Utána pedig arra kérdésre is szeretnék választ adni, hogy mire hív bennünket. Mert végül is ez is nagyon fontos az életben, hogy meghalljuk a Jézus Krisztus hívását, és utána pedig, hogy szolgáljunk neki, és vele együtt töltsük el a földi életünket. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy hogyan hív bennünket Jézus. És az első válasz erre az, hogy a lelkiismeret által. Minden ember úgy alkotott, hogy van lelkiismerete. Belénk alkotta azt a vágyat, hogy mi keressük őt, és belénk alkotta azt az érzéket is, hogy az ember homályosan, de tudja, hogy mi a helyes és mi a jó. És hogy kellene legyenek a dolgok a Földön, hogy kellene legyenek a dolgok az életünkben. Hogy van bennünk erkölcsi mérce, és hogy bennünk van a lelkiismeret, ezt nagyon sokszor lehet embereknél látni. Például az, hogy bennünk van az erkölcsi törvény, az azt mutatja, amikor az ember valahol sorba áll. Tegnap, hogy Brassóban vége lett a házas alkalomnak, hát elmentünk feleségemmel is a gyermekünkkel, hogy egyet járjunk a friss levegőn, a zöldben, és amikor jöttünk haza, hát a sávokat ugye mi kiválasztottuk, hogy kellene jönni, de hát nem vettem észre, hogy a sáv, amire álltam, az tulajdonképpen a jobbra eltérőknek zöld utat ad. És én egyenesen akartam volna menni, és aki a hátam mögött volt, az eszeveszettül dudált, hogy miért álltunk oda, ott az ő helyeken lenne legyen, ő már el kellett volna menjen. És így van, hogy mindenki tudja a jogait, mindenki tudja azt, hogy hogy kellene legyen. Vagy ha ott sorba állunk a benzinkútnál, és mi vagyunk mondjuk a harmadikok vagy a negyediket, és jön valaki, és elsőnek bemegy előttünk, azonnal ott van a lázadás a szívünkben, hogy ezt miért teszi meg. Hát miért nem várja ki a sorát? De egyéb dolgokkal is így van. Amit látunk a világban, ott van bennünk az, hogy ez így nem jól van. Csak a probléma az, hogy az ember úgy megrontotta a bűnt, hogy nincs erkölcsi ereje, hogy a jót elvégezze, és hogy igazán Isten dicsőségére éljen. Oskar Schindler mi indította arra, hogy 1000 zsidónak megmentse az életét? Az, hogy a lelkében érezte, hogy óriási igazságtalanság az, amit a zsidókkal csinálnak. Hogy kormányok összefognak, és üldözik őket. Ezt nem lehet így hagyni. És mindent bevetett annak érdekében, hogy akiket tud, mentsen meg, és a lelkiismeretére hallgatva, szinte 1000 zsidót mentett meg, nekik munkát biztosítva, és megmentve őket az éhhaláltól és a gázkamráktól. És ez így van, hogy az embernek működik a lelkiismerete. Csak a gond az, hogy mi megrontott emberek lettünk, és nem tudjuk véghez vinni azt a jót, amit az Isten vár tőlünk, és van úgy, hogy sokszor indít a lelkiismeretünk, és van, hogy félrevisznek dolgok, hogy a magunk dicsőségét keressük, és a magunk hasznát keressük.
Tehát Jézus Krisztus ma is szól az emberhez a lelkiismeret által. És mindenki a szíve mélyén érzi, hogy ez a helyes, ezt kellene tenni, csak sajnos nincs erő és nincs ereje az embernek hozzá. Aztán még hogyan hív minket az Úr Jézus Krisztus? Azt látjuk a Bibliában, hogy az igéje által, az ő szava által, Istennek a munkaeszköze az ő szava. Ezzel alkotta meg a világot, szólt és lett, és az ő szava által, az ige hirdetés által teremt újjá bennünket. Azt mondja az Úr Jézus, ti már tiszták vagytok a ma beszédek által, amelyeket tőlem hallottatok. És mi az, amit az Isten elmond nekünk? Ezért nagyon fontos igét hallgatni. Olvasni az Isten igéjét, eljönni ide, ahol hirdetik az ő igéjét, és befogadni az igét, mert ez megváltoztatja az életünket. Mi az, amit elmond Isten az igéje által? Először is azt mondja el, hogy szeret. Az ördög azt akarja az embernek bebeszélni, látod, nem szeret az Isten, de ez hazugság. Ezt nem kell bevenni. Az Isten nagyon szeret minket. És gondolj most valakire, aki itt a Földön téged nagyon szeret. Engem nagyon szeretett és szeret az édesanyám. Ugye egy fia voltam, és nagyon kötődött hozzám. De az Isten még attól is jobban szeret. Apósom is nagyon szeretett. Sokszor azt hitték, hogy én vagyok a fia. És nagyon jó kapcsolat volt köztünk, és jó volt vele együtt lenni. De az Isten még attól is jobban szeret, mint ahogy apósom tudott szeretni. És mindenkivel így van, testvéreim, sok ember van, akinek a szeretetét éreztük és érezzük, de az Isten attól is jobban szeret téged. És hidd el azt, hogy jót akar neked, és olyan jövőt akar adni, amit ember nem adhat, hanem egyedül ő tudja ezt megadni neked. És az ige ezt mondja el, hogy ő szeret. De azt is elmondja az ige, és ez az, amit nagyon meg kell szívleljünk, hogy mi, emberek, elfordultunk tőle, és a bűn bejött az életünkbe. És minden nyomorúság, minden, ami van a világon, szenvedés, betegség, halál, azért jött be az ember életébe, mert elfordult az Istentől. A bűnnek a következménye. És hogyha a Biblián fellapozzuk, láthatjuk azt, hogy az első emberpár lett megrontva, és tőlük már nem születtek tiszta egyedek. Tőlük már bűnös egyedek születtek. Olyan gyermekek, akikben ott volt a bűnös hajlam. Ugye tudjuk, hogy mit tett Kain Ábellel, hogy megölt az ő testvérét. És látjuk, a Biblia lemondja, elmondja és levezeti nekünk végig, hogy milyen hatalmas méreteket öltött a bűn, és az Úr Jézus megnevezi, hogy emögött ki van. És azt mondja, hogy a bűn és a gonoszság mögött egy személy van. És ez a személy nem más, mint a sátán. Az ördög, aki hazug volt, a hazugság atya, és ő csapja be és csapta be az embereket. És éppen ezért akármennyire aranyosak a gyermekeink, akiket szeretünk, és akiket dédelgetünk, látjuk bennük a bűnös hajlamot, a bűnös természetet. És ez veled is, velem is így született. És ezért fontos megtérni, ezért fontos a Jézus hívószavát meghallani, ezért fontos, hogy megnyisd a szívedet, mert te úgy maradsz, ahogy születtél, elveszel, elkáhozol, és ez egy rettenetes dolog. Ettől akarunk megmenteni, nem valami dogmát akarunk rád erőltetni, hanem azt, hogy megmentsd a lelkedet, és ezt nem lehet másképpen, csak úgy, ha engedsz Jézus Krisztus hívásának, és megnyitod a szívedet előtte. Testvéreim, itt erről a szószékről is nagyon sok ige elhangzott. Én emlékszem gyermekkoromban, és tudom azt, hogy rádión, tévén keresztül is nagyon sok üzenet eljut hozzátok. Az a kérdés, hogy engedelmeskedtek-e, és komolyan veszitek-e az Isten szavát. Mert Istennek van keményebb eszköze is, mint az ő szava. Látjuk azt, hogy sokszor a körülmények által is szól az emberhez. És a körülmények által is megszorítja az ember. És ez is az ő megafonja. Ez is az ő hangja, ahogy eljuttatja az emberhez az ő szavát. Éppen elmondta ma a testvérünk, aki
fölavattunk lelkipásztori szolgálatra, hogy addig, amíg ő Isten nem szorította meg betegséget és nyomorúságot által, nem érdekelte az ige. Ott nőtt fel a templom közvetlen szomszédságában. Nagy barátok voltak pappal és mindenkivel. De az ige nem hatott rá. És mihelyt Isten megszorította a körülmények által, azonnal eszébe jutott a bizonyságtétel, amit hallott valamelyik barátjától. Elkezdte keresni az Urat, és elkezdett Isten benne munkálkodni, és azt mondta: Istenem, ha meggyógyítasz, ez a két láb többet nem fog a kocsmába menni. Ez a két láb többet nem fog menni dorbézulni. A szolgád leszek. Szeretni foglak téged. És Isten kegyelemből megadta neki. És valóban teljesítette a felségesnek tett fogadását, és az Úr szolgálatába állott. Miért kell kivárni azt, amíg Isten megszorít a körülmények által? Miért nem lehet már jönni hozzá békés időben, amikor itt vagy jó körülmények között, a padban, kedves testvérek között, hallod az igét, és csendesen megnyithatod a szívedet Isten előtt, és igent mondhatsz neki. Hát ez az este most a te estéd lehet, hogyha Jézus Krisztusnak igent mondasz. És ez egy nagyon fontos mozzanat, mert mindenkinek az életében ez egy esemény, amikor Jézus behívja, beengedi az életében. Testvéreim, néhány dolgot most szeretnék arról is mondani, hogy mire hív bennünket az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja itt az igény, hogy ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Először is Jézus Krisztus a vele való közösségre hív. A vacsora a közösség kimutatásának, a kifejezésének a példája volt. És hogyha valaki igazán kapcsolatba akar lenni valakivel, a zsidó emberek, és ott keleten ezt tették, hogy meghívták vacsorát. Miután lefutott a napnak a sok sűrű eseménye, este együtt vacsoráztak, és így ápolták a közösséget. És ez nekünk nagy üzenet. Mert a kereszténység nem egy vallás. A kereszténység egy élő kapcsolat Jézus Krisztussal, aki értünk meghalt, és harmadik napon feltámad. Azt hiszik az emberek, hogy hát vannak a nagy világvallások, hát a kereszténység is egy a sok vallás közül. Nem. A kereszténység sohasem hirdette azt, hogy egy vallás a többi között. Mert a kereszténységnek igazán a lényege az, hogy az élő Jézus Krisztussal mi kapcsolatban legyünk. És ha mi Jézussal kapcsolatban vagyunk, tőle fogadunk el hatásokat. Ő irányítja az életünket. Fontos lesz a Biblia, fontos lesz az ő háza. Nem lesz olyan, hogy hát kénytelen kellettem, valahogy az ünnepeken elmentem, hogy meghallgassam az igét. Hát valahogy vasárnap, valahogy nagy nehezen eljövök, hogy éppen halljak egy kis ígét. Nem. Ott lesz a vár, Istenem szól. Akarom hallani a hangodat. Felkeltem reggel, nehéz napom lesz, Istenem, veled akarok egyszer beszélni. Kérlek, mondd meg, hogy mi az üzeneted ezen a reggelen. És az ember ebből a kapcsolatból táplálkozik. Ugye szörnyű azt hallani, hogy ezoterikusokhoz, keleti vallásokhoz, mindenhez fordul a mi magyar népünk, és ez mind azt mutatja, hogy nem ismerték meg az igazi kereszténységet. Van vallásuk, de igazán kapcsolatuk Jézus Krisztussal nincs. Mert ha lenne kapcsolata, akkor ott az ember feltöltődik, erőt kap, látja azt, hogy mi véget van a világon, és benne duzzad az az erő, amiről Pál apostol azt mondja, hogy ez Jézus Krisztusnak a feltámadásának az ereje, amiért minden kárba veszni hagytam, csak hogy ezt megismerjem, és hogy ez igazán bennem legyen. És testvéreim, ez az, amit az Úr Jézus Krisztus kínál nekünk. És ma este ez a kérdés, hogy van-e neked igazán ilyen élő kapcsolatod Jézus Krisztussal? Amikor beszélsz hozzá, és ő is válaszol neked. Az egyik jele ennek a kapcsolatnak az, hogy kezded érteni az ő igéjét, nyugodt a szíved, a múltad, a bűneid felől, mert ezeket Jézus Krisztus megbocsájtotta, és azt tudod mondani,
hogy nem csak megváltod Jézus, hanem Urad is, aki uralkodik benne, és aki elfoglalta az életedet, a szívednek a trónját. Mindannyiunknak van egyfajta értékpiramisa, ahogy felépítjük az életünket. Csak az a kérdés, hogy mi a csúcsérték. Van akinek a pénz, van akinek a karriere, van akinek a népszerűség, és úgy sorolhatnánk a többi dolgokat. Jézus azt mondja, hogy én akarok lenni az életed ura. És amikor ezt kéri, egy olyan dolgot kér, amitől jóra fordul az ember élete. És higgyük el azt, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ő uralkodik egy emberben, azt végig gondolta, az jó dolog, és az áldást, és az Isten erőket hoz egy embernek az életében. A második gondolat, amit itt az igében látunk, hogy mire hív bennünket az Úr Jézus, hív új látásra is. Itt ennek a gyülekezetnek az volt a problémája, akinek az Úr Jézus küld ezt a levelet, nagyon gazdagok voltak, jól szituáltak voltak, és ebből fakadt egyfajta büszkeség. És azt mondták egy idő után, hogy nekünk nincs szükségünk semmire. Ugyanis János, amikor írja a jelenésekről írott könyvét, akkor ezt már mások generációs hívőknek vagy keresztényeknek írta. Ugye voltak az első generációs a keresztények, Jézus követők, akik Jézust mint testben feltámadt urat látták, és ezek voltak a szemtanúk, akik leírták aztán a Bibliának az új szövetségi részét, és elmondták azt, amit Jézustól kaptak. De nekik már a gyermekeik, és akik utána csatlakoztak a keresztény gyülekezethez, nem volt meg az a kapcsolatuk Jézussal, ami megvolt az elődeinek. És egyfajta fásultság, egyfajta büszkeség vett erőt rajta. Mert ugyan keresztényeknek nevezték őket, de az a lüktető élet, az a szolgáló élet már nem volt ott abban a gyülekezetben. És ezért az Úr Jézus megdorgálja őt. Azt hiszed, hogy te vagy a gazdag, azt hiszed, hogy te vagy az, aki mindent megtehet, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás és a szegény. Kérlek, vegyél tőlem szemgyógyítóit. És ugye ezt ismerték ott az emberek, hogy milyen, amikor szemgyógyítóért veszünk, mert ott a párás levegőben, ahol volt ez a Laodicea, nagyon sokaknak szembetegségük volt, és szükség volt erre a szemgyógyítóért. És azt mondja az Úr Jézus, én ezt tudom neked ajánlani, hogy kapjál egy ilyen új látást, lásd meg, hogy mi az, ami a küldetésed. Ne legyél egy önző ember. Ne legyél csak az, akit csak magadra gondolsz, hanem vedd át azt a látást, amit én adok, és amit én szeretnék neked adni. Olvastam egyszer egy ilyen kis brosurában, hogy természet szerető emberek és állatbarát emberek megfigyelték azt, hogy egy medve be van zárva egy ketrezbe, és egy évet nem csinál egész nap, mint négy lépést előre, négy lépést hátra. Egész nap ezzel töltött az életét, vagy az idejét, hogy négy lépést előre, négy métert előre, négy métert hátra. És ugye szervezkedtek ezek a természet barátok, állatszerető emberek, hogy azt a medvét ki kell onnan hozni. És találtak egy olyan parkot, ahol jó nagy terület volt, és rendelkeztek arról is, hogy elszállítsák oda a medvét, és na, nagy várakozással odajöttek mások is, figyelték, ugye kerítésen kívül, hogy mi lesz a medvével. Kinyitották a ketrecajtót, a medve megérezte a fűnek a puhaságát, de akkor is már, amikor ki volt nyitva a ketrecajtó, négy métert előre, négy métert hátra. Négy métert előre, négy métert hátra. Nem tudott kimozdulni abból, amit addigra annyira megszokott, és ami addig az élete volt. Testvéreim, velünk ne legyen így. A börtön ajtón ki van nyitva. Jézus Krisztus azért jött, hogy leverje ezeket a bilincseket. Jézus Krisztus azért jött, hogy kinyissa számunkra a szabadság ajtaját. És ő ki akar hozni bennünket.
És ne akarjunk nyitott börtön ajtók mellett is raboskodni. Ki lehet jönni az életre? Ki lehet jönni a vele való közösségre? És ez óriási kincs az embernek. És hogyha ezt megérti valaki, hogy Jézus így meg tudja gyógyítani, meg tudja változtatni az ő látását, és be tudja tölteni azzal az élettel, ami tőle való, akkor az ember egy alapvető változáson megy át, amit a Biblia így nevez, hogy megtérés és újjászületés. És azután nem lesz az az életed, ami volt. Fogod látni azt, hogy kicsoda az Isten, és fogod tapasztalni az életedben az ő jelenlétét. És ez elkísér téged bárhová, ahol élsz, ahová menned kell munkába, ahol szolgálnod kell, ahol élned kell. És a harmadik dolog, amire hív bennünket az Úr Jézus, az a szolgálat, erről már így a sorok között volt szó, vagyis az, hogy mi a hátra levő időnket, miután őt megismertük, fektessük abba, hogy Istennek szolgáljunk, és fektessük abba, hogy az Úr Jézus Krisztus küldöttei legyünk, olyan emberek, akik erkölcsileg, lelkileg, minden területen képviseljük őt. És ma szükség van ilyen keresztény emberekre, családfőkre, anyákra, és szükség van olyan gyülekezetekre, ahol őszintén az Istent lehet szolgálni. Mert ezt keresik az emberek. Nemrég Udvarhelyen mondta egy fiatalasszony, hogy ő arra vágyott, hogy egy olyan gyülekezetet találjon, ahol ez van a fő helyen, hogy az igét magyarázzák, és vágyat éreznek arra, hogy az elveszetteket megmentsék, és hogy oda segítsék az Úr Jézus Krisztushoz. És ez az, ami mindannyiunknak feladata, szolgálata, hogy ilyen közösség legyünk, ilyen gyülekezet legyünk. És az Úr Jézus itt ebben az igében ezt is felrólja ennek a laodiceai gyülekezetnek. Hogy nincs meg ez a szolgálati alkalmassága. És azt mondja itt az Úr Jézus, hogy tudom a te állapotodat, tudom a te cselekedeteidet, hogy nem vagy sem hideg, sem hét. Bárcsak hideg volnál, vagy bárcsak meleg, bárcsak forró lenni. És ugye el lehet gondolkozni azon, hogy miért mondta ezt az Úr Jézus, hogy jobb volna, ha hideg volna. Vagy jobb volna, hogyha forró lenni. És ennek a magyarázatát abban kell keresni, ahol volt ez a gyülekezet, ahol volt a földrajzi fekvése ennek a gyülekezetnek. És ezt néhány gondolatban hadd mondjam el, hogy milyen volt a földrajz elhelyezkedése. Laodicea, Kolossé és Hierapolis között helyezkedik el, és amikor ezt a kis várost megalapították, nagyon arra figyeltek, hogy gazdasági szempontból, kereskedelmi szempontból legyen a város elhelyezve, de egyéb életfeltételeket nem vettek figyelembe. Többek között nem vették figyelembe azt, hogy nincsenek források. És akkor, miután a város meggazdagodott, azután kiépítettek olyan csatornákat, amely által odahozták a városba vizet. Ilyen volt az egyik forrás Kolosséban, ahol melegvízű, illetve hidegvízű források voltak. A másik forrás pedig Hierapolisban volt, ahol forró víz volt. És kiépítették a csatorna rendszert, hogy jusson el a városba a hideg víz is, meg a forró víz is. Csak 10 kilométeres csatornát kellett építeni. És mi történt? Ott keleten a melegbe a forró víz mint olyan kihűlt, mert nem volt annyira meleg, hogy azért ne veszítsen a hőmérsékletéből. És a gyógyvíz, tudjuk azt, hogyha egy bizonyos hőfok alá kerül, nincs semmi gyógyhatása. Egy nagyon bűzös, büdös lég. A másik pedig a hidegvízű forrás, mire leér Laodiceába, felmelegedett. És így, amikor az Úr Jézus küldi az üzenetet, mindenki tudja, hogy milyen szörnyű dolog a langyos víz. Mert tudták azt, hogy az egyik elveszítette a gyógyhatását, a másik pedig elveszítette a felépítő hatását. És ezért dolgálja meg a gyülekezetet és a gyülekezet angyalát, így az Úr Jézus,
hogy elveszítetted a gyógyító hatásodat. Vagyis azt, hogy amikor oda megy valaki hozzád, beszél vele, nem vagy hatáson a lelkére. Mindenről beszéltek, csak éppen a lelki gyógyulását nem segített. Vagy amikor elmegy valaki közétek, akkor nem üdül fel, mert elveszítettétek ezt a küldetést, ezt az erejét a lelki életeteknek, ezt az erejét a ti kereszténységeteknek. És testvéreim, ez mindannyiunknak üzenet, mert elhívott minket az Úr Jézus, hogy használjon minket abban, hogy mások meggyógyuljanak, és használjon minket abban, hogy mások felüdüljenek. Ez a keresztény küldetésünk. És hogyha mi ezt nem töltjük be, persze, hogy unalmas lesz a hívő életünk, úgy gondoljuk, hogy hát, nagyon nagy teher, nehéz kereszténynek lenni, pedig, hogyha bevetjük magunkat ebbe a szolgálatba, és engedjünk az Úr Jézus hívásának, nagyon sok szép dolgot el tud rajtunk keresztül végezni az Úr Jézus. Először bennünk munkálkodik, aztán általunk, és végül eljuttat oda, hogy olyan növekedést, fejlődést ad, hogy mások táplálására is alkalmasak leszünk. Testvéreim, ma mind a két részét végig gondolhatjuk az igének. Az egyik, hogy van-e őszinte kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal. És a másik részét is, hogy amire hívott minket, hogy vele közösségbe megyünk, hogy új látásunk legyen, nem önző magunknak való látás, hanem mások felé forduló látásunk. Szegénynek, az elesetnek a meglátása, hogy ez jellemzően reánk, és jellemzően reánk az igazi szolgálat. Hogy fel tudunk másokat üdíteni, és segíthetünk mások lelki gyógyulásának. Következő ének alatt gondoljuk ezeket a kérdéseket végig. És majd utána imádságot szeretném, hogyha az Úr Jézusnak tudnánk válaszolni. És megadni a lehetőséget arra, hogy az Úr Jézus Krisztus munkálkodjon ma este is a szívünkben. Nagyon szeretném ezt. Gondold végig az életedet. Gondold végig azt, hogy boldog vagy-e. Gondold végig azt, hogy amikor meg kell áll Isten előtt, mi lesz veled? El fog ítélni, vagy meg fog jutalmazni? Ez egy komoly kérdése. Hamar lefut az élet, hamar lemennek az élet. És egyszer meg kell áll Isten előtt. És az egy nagyon szép dolog, amikor ott leszünk Isten előtt. De lehet rettenetes dolog is. És ettől akarunk megóvni. Hogy menekülj meg, legyen örök életed, és még itt a Földön is legyen boldog életed. Amen. Amen. Az ének, amit fogunk énekelni, így hangzik, hogy Isten hív, te elnek ő látja sorsodat, ne küldjen a igéje, éljen a szívedben.